Igen, hát itt most láthattatok egy érdekes pillanatot, ez szerintem érdemes lesz. Jó, sok minden történik egy ilyen versenyen, ahogy te is kérdezted, tehát tulajdonképpen kiváló csapatépítő tréning, hiszen sportegyesületek, cégek, családok jönnek együtt és teljesítik a versenyt, segítik egymást, ugyanakkor mégis, hogyha valaki egyedül indul és akár barátok, ismerősök nélkül, itt ezeken a pályákon soha nincs egyedül, mert a versenyzők segítik egymást, ezt majd a további akadályoknál is látni fogjátok. Megjelenik egyfajta bajtársiasság, ami nagyon-nagyon vonzó sok ember számára, hiszen a mai világban egy kicsit úgy érezzük, hogy már kihaló félben van ez a dolog. Igen, igen, egyedül jöttem. Jó volt nagyon. Milyen volt a verseny? Nagyon jó. Mind meghaltunk. Mind meghaltunk. Otthon minket gulyásleves vár. Ez ad erőt, és mindent legyűrő akaratot. Nehéz volt? Nem. Csak nem kapok levegőt. Ez a rész, ez jó volt. Főfel a zsák, az egy kicsit keményebb volt. De most már túl vagy rajta? Túlélhető. Hát most még jön még három. Ott a végén nézni, még lesznek izgalmak, ilyen kis vizes sáros kézzel. Finom lesz. Hogy lehetett felkészülni erre a versenyre? Hát, elképzelésem nincsen. Nem sokat készültem rá, úgyhogy ebben nem tudok sok tanácsot adni. Kitartás kell hozzá a fejbe. Ez életed első versenye? Igen, igen. Ilyen jellegű, igen. És ez hogy jutott eszedbe, hogy eljöztem ide? Ott jön a kedves kollégám, aki befűzött, úgyhogy neki köszönhet ez az egész. Pusztán a véletlen műve.
Ezek szerint tetszik a verseny? Nagyon tetszik, igen, úgyhogy valószínűleg fogunk még ilyen versenyeken indulni. Elsőnek úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy miért jó nekünk, de nem rossz. Ha barátommal jöttünk ketten, a Spartánra elsőként vagyunk itt, vagy elsőnek vagyunk itt.